Na hát sziasztok akkor! Itt vagyunk megint Pesszen Imre felsőn. Ugye mögöttem van a maga a megállóhely épülete és a 142-es vasútvonal. Erre van a Burma egyik irányba és a Burma a másik irányba. És itt van a vágány átszelés és mindjárt megmutatom. A kibontott átszelés. Itt nem sok minden változott, de hát előző videómat látta a Burmáról, aznak már ismerős lehet a hely, mert ugye, itt akkor is voltam, de most mi a tojok? Most egy másik vágány fogok majd bejárni itt vissza a 142-esen. Mégpedig ott van egy két vágányú iparvágány kiágazás a szemétdomb fele, vagyis itt a szemétdombok fele. És azt annyit derítettem ki róla, hogy az a volámi parvágány. És hogy valamikor 90-es évek eleje környékén járt arra vonat legutóbb. Legalábbis az biztos, mert az volt egy ilyen fórum hozzászólás, valahol, ahol valaki más érdeklődött így a vágány iránt, és hát akkor mondtam, hogy na, ezt meg kéne nézni. Úgyhogy, és mindjárt egy picit még úgy előrébb van, mert így most Kispest fele egy kicsit vissza kell sétálni itt a 142-es mentén, de hát itt nagyon jó, mert itt van a van itt egy ösvény mellette. És mellette egyébként arra megy tovább a Burma, és arra van itt a nagybani piac, meg a többi, de majd meg fogjuk nézni, mert útba esik a delta vágányt, ami a Burmától csatlakozik be ide. Amin 2001-ben, ugye, amikor volt a pályafelújítás a 150-es vasútvonalon, akkor az volt a terelő útirány, arrafele terelték a fradi fele a vonatokat. Úgyhogy útba fog esni, meg fogjuk nézni azt is. Az egyik vonat most ment el, hát a következőig még várni kell, de előbb-utóbb jönni fog egy dezíró, vagy jó esetben egy csörgős szemből is, de aztán gyálon van a kereszt, úgyhogy addig még, mire ez elér gyára, addig még legalább 5 perc van. De meg fogom várni, mert tényleg nem kell el másokat. Úgyhogy már azért meg fogom mutatni, hogyha jönni fog a vonat. Úgyhogy hát maga a pálya az is, és itt szépen néz ki, azt látjátok, hogy talfás. És vannak benne ilyen hepehupák, tehát most nem tudja a kamerában mennyire látszik, de ott is például elég érdekes az illesztéseknél, meg hát hagy némi kívánni volt maga után ez a vágány, nem hiába csak 40-es. És ahhoz képest ez egy nagyon forgalmas elővárosi vonal, hát nagyon nagy állapotban van. Úgyhogy ez vastagon megérett ez már a felújításra. Főleg így Kispest és mondjuk aztán Dabas között ugyanilyen szar végig. De ugye elég biztos, tehát itt megy itt a Nagykőrösi út mellett, és akkor gyakorlatilag az látszik, hogy így előzi mindenki egy-két helyen, még biciklivel előzik a vonatot. Tele is van lassú jelekkel, és alapból csak 40-re van engedélyezve. Úgyhogy hát lenne itt mit csinálni. Hát akkor egyébként ennyi, majd mindjárt elérek oda a volt őrházhoz, és akkor még azt is megnézzük, hogy van-e ott valami. De most így átjövök ide a túloldalra. Ez mégis csak egy üzemelő vasútvonal. Ezzel nem sétálunk csak úgy rajta a sineken. Viszont a túloldalt meg már nagyobb, nagyon nagy a gaz, de a vágány kiágazás, az iparvágazata arra lesz befele. Mint egy előre ennyi. Majd hamarosan akkor ismét. Akkor itt vagyok. Az ott a Burma-nak a deltája. És arra felé, és ott a háttérben már látszik a mai videó témája, és az iparvágány kiágazás is. És valahol itt lehetett a váltókezelő, vagy itt a váltókezelő őrhelye, ahonnan szerintem az... Igen, nem a fénysúdon pót, azt mondom, a Festent Imréről kezelték. De itt is volt egy őrhely, mert itt ezt a váltót is ott akkor állítgatták, és akkor üzembe is volt. Tehát valahol itt volt egy épület, és itt volt a váltókezelő. És szerintem a Nagykőrösi úton a fénysorompó is megvan még. De akkor igen, ez már a Burma, hát. Hát itt látszik, hogy már a gaz is benőtte, úgyhogy ez már nem ilyen segít, az 55-ös busz jár itt. Az megy gyára. Mint
végig a Nagykőrösi úton megy az is. Itt. Ezt még megnézzük. Már ameddig itt el lehet menni. Hát ugye ott már a háttérben az átjáró. És ugye a fénysodompót itt is meghagyták, azt ide láttam, hogy még villog. Ezt egy kicsit még megpróbál közelebb menni. Ugye a kamera is jól lássa. Tehát sokkal jobban nem tudok meg, meg igazából az a igazság, hogy sok értelme nincs is. Tehát látjátok ott a fénysodompó. De szerintem a sinek már itt sincsenek meg az aszfaltba, az nem végig itt újra aszfaltozták itt az utat, és szerintem akkor felszedték itt is a sineket a használ, de egyébként a közelebb menni és megnézzük. Na hát itt vagyunk, itt érdekes, a sineket itt meghagyták. Bár itt nem is úgy, mintha újra lett volna aszfaltozva, szerintem itt eddig nem jártak, de ott túloldalt megint a gazba vész a burma, de azt már bejártuk a múltkor, úgyhogy azt most így hagyjuk. De legtovább a Burmának ezen a szakaszán bizony itt volt forgalom. Itt 2001 vége fele, itt még vonat járt. Sőt, talán még 2002-ben is már az a felújítás nem ment olyan hú de gyorsan. Úgyhogy ez volt a legtovább üzemelő szakasz a Burmának. Úgyhogy ennyi, a fénysodompó megvan. A sineket se szedték föl, csak hát ugye ezt nem nincs karban tartva. Nem, minek is az, ugye itt egy darabig nem fog vonat járni, az biztos még, hogyha a Burmán esetleg valami miatt mégis. Bár ugye felújítás az majd lesz a 150-esen még. És akkor lehet, hogy megint ezt így terelésként beindítják. A töltésmászás ismét. Na, ez az. Jó. És akkor vissza az üzemelőre. Aztán meg az iparvágány. És szerintem mindjárt jönni fog majd amarról a másik irányból egy vonat. Szerencsénk van, akkor csörgős. Meglátjuk. Csak ott a háttérben a vágány, azt majd megmutatom közelebbről. És közben itt vagyunk. Magánál az iparvágány kiágazás is itt van, és itt van a... Ez még a Burmának a deltája, viszont mindjárt rámegyünk az üzemelőre. És itt van bizony a váltó. Ezt se használták mostanában. És ugye itt látszik, itt még egy kitaposott út is van erre. Ez igen, ez a váltó. Mostanában ez se volt állítva. Valószínűleg, és itt ágazik ki a Burmának a deltája. És ez pedig itt, hát ez nem tudom, mi akarna lenni. Lehet egyébként, hogy a fénysodompó kulcsos, és akkor innen állította a váltókezelő, hogyha vonat jött, ezt nem tudom. Itt pedig, hát ez meg egy valamilyen kapcsolószekrény volt így a nézésre. Ez is így mostanában lett kibelezve, azt tuti. De hogy nem használják, az is biztos. Ah, de pedig még mindig Pesszent Imre felső van. Itt pedig egy csonkavágány, tehát itt ágazik ki ez az iparvágányhoz. És ugye a váltót még itt is megvan. Sőt, itt ugye van világítás is, tehát itt lehet, hogy volt egy nyílt homeli kirakodás is, vagy elakodó. Ezt nem lehet tudni. De egyébként ott ágazik, ott távolabb el az iparvágány, na majd arra fogok menni.
De így 5 percemben belül itt a vonat, úgyhogy azt megvárom. És itt van maga a kiágazás, de ami érdekes, hogy itt van még 2 váltó. Ugye itt is az egyik elveteled, a másik a galra, és itt ez a vágány még kiágazik. Igen, mert a vonatból 2 vágányt láttam ott arra befelé menni, és szerintem itt ágazik ki az a 2. Ez minden esetre így érdekes. Mindegy, de itt legalább van egy tiszta plac, ahonnan jól lehet majd fotózni, meg videózni az érkező vonatot. De mitől koszolódott össze a lencse már megint? Hát ezt már aztán végképp nem értem, de mennyire volt. Még egy lencsepucolás is belefér. Van rá idő, úgyhogy de akkor ezt is megoldom. És már jön a vonat. Csörgős. Úgyhogy klasszik csörgő. Ez ennek szebb hangja van, mint a demotorizáltaknak. Ez igen. Retro csörgő posta BHV-kkal. Hát a posta BHV az nagyon kényelmetlen egy valami. De hát itt elef ez a... Ez a fejlődés, a műből üléses húgyos ingák után. Bár én inkább arra szavaznék. A hagyományos műből üléses kocsikra, mert azon legalább kényelmesen lehet ülni. Meg elfér benne az ember, de hát... Meg az ablakok is leúszhatóak. És klíma ugyanúgy nincsen bennük. Ami az én de nyáron elviselhetőbb, hogyha legalább az ablakot le tudod rajta húzni. Úgyhogy... Itt vagyunk, akkor megyünk tovább a vágányon. És ugye itt akkor megint 2 vágány lett az egyből. És erre ugye valószínűleg most nem fog vonat jönni. De látszik, és mind a 2 sínszálon, hogy teljesen rozsdás. Viszont még a végén kiderül, hogy jobb állapotban van ez a pálya, mint a másik ott mellettünk. Itt bezzeg betonaljas. Ugyanúgy 48-as sínek betonaljakon. Itt az üzemelő 142-es meg talfás. És annyi hullámvasút sincs benne, igaz, hogy ezt majd nem használják minden nap. Hát itt azért kevésbé amortizálódik a pálya. De azért már akkor is érdekes, hogy 142-esre miért nem jutott betonaj. Legalább meg valami építmény, hogy kis alapfelújítás akár használt anyagokból, hogy legalább 80-nal lehessen rajta menni. De azért mégis csak egy elővárosi vonal. De hát remélhetőleg egyszer majd itt is lesz felújítás, mert igény az lenne rá, és rá is férne a vonalra. Úgyhogy nem is akartam még mutatni, ja, igen, itt vannak ezek a kandelárbedek. Hát világítótest már egyiken sincsen. Annak valószínűleg jobb helye volt valahol. Nézd. Hát na, akkor itt most megyünk be a gazba. Na meglátjuk, hogy meddig lesz. Szerintem egy állkapu lesz a vége. De ameddig tudunk, addig megyünk. Egyébként itt a bivaj réten ment valaha az 51-es villamos is, de azt majd én másik videóba fogom bejárni. De valahol az is errefele lehetett. Mert ugye pont ott volt a vége, hát vagy nem a végállomáson, mert onnan még tovább ment, de ott a Pesztentinre felső ugyanúgy megállt. És ugyanúgy egy szintbeni kereszteződésen ment át a Burmán. Hát akkor tovább előre. Aztán majd lesz valahogy.
eljöttünk, haladok szépen a vágányon, és benne egy erdőbe, és egy erdőbe semmi, csak egy csöppet belépte a gaz. Csak nehezen lehet haladni. És ott van a háttérben egy váltó, szerintem a két vágány ott lesz egy megint, és ott lehet a kapu, és mögötte már a telep. Egyébként ez gyanús, hogy ez is a szeméttelepre vezetett be. Tehát ugye azt mondtam a Burmás videóban is, hogy errefele ugye szemétvasútnak is hívták ezeket, mert így ezen áthordták oda a Cséri telepre a város szemetét. Úgyhogy több mint valószínű, hogy ez is oda vezetett, vagy oda is. Egyébként itt valami telep mellettünk is van, meg itt van a közelben a délpesti buszgarázs is. De oda szerintem nem vezet be vágány, mert ugye minek? Buszgarázsban nem szokott. Igen. Itt a két vágányból egy lesz. Na. Na, lett egy elkúrt kékélet, illetve rányomtam az exponálóra. És ugye ott a váltó, és itt van megint egy ilyen térvilágítási oszlop, amin világítótest szintén nincs, tehát valamiért a pilácsot azt leszették mindegyikről. Szerintem ezt nem ellopták, hanem ez ilyen szervezett dolog volt, hogy nem kellett már, és akkor inkább leszették, hogy vagy kellett máshova, vagy még mielőtt ellopják, szedjük le féle. Megelőző intézkedés, ami egyébként helyes. És van, ahol ugye nem csinálták meg nem gondolták úgy, hogy kéne, aztán meg is lett az eredménye. Láss például Józsefvárosi pályaudvar, ahol ott hagytak mindent, mint ebbe a szalát körülbelül, és aztán csodálkoztak, hogy ugye ellopták az összes vágányok felül ellopták a felső vezetéket, meg hát amit lehetett ott az épületekből is, hát azokat ott a szétlopották. Vannak itt ilyen érdekes szagok. És mekkora dzsumbúj van ott. Meg valami szúrós genya, az anyádat leszedi a fejemből a sapkát. És egyébként itt van két váltó is, ugye, mert és nem áll, hogy itt megint, tehát itt leszűkül egy vágányra, és itt van még egy váltó, és akkor megint kettőre. Hát mondjuk ennek nem sok értelmét látom így, de ezt azért megnézzük közelebbről. És mint hogyha lenne ott egy út, mert ott valaki elment biciklivel. Hát meg itt szélsz. Itt vannak, itt még egy kutya is van. Jó. Hát itt van a vágány vége. Két vágány, és itt erre a telepre fut be. És gyakorlatilag itt a vége. Arrafele pedig egy magánterület van. Úgyhogy erre nem is megyünk. Viszont errefele vezet tovább egy út, szerintem arra kéne tovább menni. Ezt már megnézzük. És hát itt se úgy látszik, mint a mostában használnák ezt a vágányt, tehát az űrszelvénybe is pakoltak. Vannak itt ilyen szúrós dolgok. Na mindegy, majd később jelentkezem, szerintem ez ennyi lett volna. Közben kijöttem. Itt van valami folyó, vagy hát inkább ez csak egy patak. Túl kicsi ahhoz, de egyébként ott volt egy út, ami egészen a telepig bevezetett. És akkor itt emellett el fogok tudni menni. Ott szerintem azon a csöven át is tudok menni.
És akkor ott vissza tudok menni a Nagykőrösi útra. És akkor most nem a Sidák mentén, mert hát ugye van valami magánterület, és sok arra fel a kutya. Hát itt is van egy, de szerencsére a kerítésen belül van, viszont ott láttam itt a távolban, még nem. Úgyhogy biztos, ami biztos, én inkább itt fogok most menni. Hát egyébként magánt a vágányt, azt én már megmutattam. Ja, hát az... Ja, hát láttuk, hogy ott bevezet arra a telepre, szintén két vágány vezet a telepre be. És hát... És ott még arra elnézhetek hát, hogyha már az 51-es villamos meg erre volt, akkor mindjárt egy kis kitérővel belefér. És akkor azon a hídon át is tudok menni. És egyébként itt van mögöttem ez a telep, ahol bevezetett a vágány. De látszólag nem használják már semmire, mert az űrszelvénybe is pakoltak. Viszont úgy meglepően sokáig az utalon belül mind a két vágány megvan. És ugye, és egy-két V-benet kamiont látok. Benne a telepen, tehát lehet, hogy valamilyen logisztikai raktár vagy központ van, és akkor ugye depózhatnak. Egyébként ez nem is tűnik egy olyan, hogy nagyon széles, csak azt lehet, hogy át is tudnám ugrani, de most minek, akkor inkább átmegyek azon a hídon, ha már van. És akkor szerintem ez a videó az így ennyi lett volna. Bemutattam, amit akartam, ugye sikerült a vágányt is megtalálni, még végigjárni is sikerült. Igazából nem találkoztam senkivel, de ott mint hogyha ott a telep mellett lenne egy csöves tanya, úgyhogy azt ilyesen nagyon előhetetem, hogy inkább hogy még arra is elmenjek szétnézni. Nem biztos örülnének. Úgyhogy, és ott is elmegy a háttérben egy ilyen Weber-es kamion. Tehát szerintem ezek is ide mennek, és akkor itt van több is. De ide vonattal nem hoztak már régóta semmit, az is biztos. Mert hogy ezt a vágányt nem használják, az látszik rajta. Úgyhogy hát akkor szokásos, azért ha eddig megnéztétek, akkor köszönöm. Lehet lájkolni, kommentálni, főleg kommentelni, esetleg tudtok még valami pluszt erről a vágányról. Azt nagyon megköszönném. Túl sok infót erről nem lehet kideríteni. Úgyhogy ha valaki itt vonatot látott, de talán még fényképe is van róla, hogy ide megy be vonat. Akkor meg aztán pláne kommenteljen és küldje a linket, úgyhogy... Hát akkor sziasztok, majd találkozunk a következő videóban, ami még nem tudom, miről fog szólni. Melyik tervem valósul meg először, ugye, de... Sziasztok, és köszönöm, hogy megnéztétek.